Újabb menekült hullám indult Európa felé. A jó időt kihasználva rengetegen vágtak neki hajókkal a kockázatos útnak Líbiából Olaszország felé. 24 óra alatt mintegy 3000 migránst mentettek ki olasz és más hajók a tengerből, de sok embernek már csak a holttestét tudták kihúzni a vízből. Az olasz hatóságok szerint idén eddig már a tavainál is többen érték el az európai partokat, de az igazi roham csak ezután várható. Angela Merkel azonban továbbra is bízik a törökökkel kötött egyezményben. Így kezelhetőnek tartja a menekült helyzetet. Már számos ilyen tragédia történt a földközi tengeren, de most először készültek felvételek arról, ahogyan egy migránsokkal túlzsúfolt hajó felborul. A Líbiából indult lélekvesztő fedélzetén több mint 500 ember tartózkodott, amikor a tengerbe borultak. Szerencséjükre épp a közelben járt az egyik olasz őrnaszád, amelynek legénysége a legtöbb menekültet megmentette, de volt, akinek már későn érkezett a segítség. Legalább 7 ember a tengerbe veszett, legalábbis ennyi holtestet emeltek a fedélzetre, de félő, hogy ennél is többen meghaltak. A mentési missziót irányító olasz haditengerészet tájékoztatása szerint 24 óra alatt 23 mentőakciót hajtottak végre a földközi tengeren. A térségben állomásozó minden hajót be kellett vetni a csónakokkal és kisebb hajókkal Európába igyekvő migránsok kimentéséhez. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága közölte, hogy az év eleje óta 34 ezernél több migráns érte el az olasz partokat. Ez több, mint a tavalyi év hasonló időszakában volt. A balkáni folyosó lezárása és az Európai Unió, valamint Törökország között kötött megállapodás miatt az Európába tartó menekültek számára újra Líbia kínálja a legjobb esélyt, annak ellenére, hogy az elmúlt években közel 10 000-en vesztek itt a tengerbe. Angela Merkel továbbra is bízik abban, hogy a törökökkel kötött megállapodás megfelelően szabályozza a menekültek érkezését Európába. Törökország nem felelt meg a vízummentesség mind a 72 feltételének. Több idő szükséges a felkészüléshez, mondta a német kancellár. Erdogan török elnök azonban jelezte, felmondják a szerződést, ha júniusig nem kapják meg a szabad beutazáshoz a jogot. Az érkezők számára továbbra is Németország a legfőbb célállomás Európában. A német kormány mai határozatával kötelezte a menekülteket, hogy intenzív német nyelvtanfolyamon vegyenek részt, és legalább 100 órás kulturális illeszkedési programot is el kell végezniük ahhoz, hogy maradhassanak.